A 90-es évek közepén elindult az új fizetős parkolási rend. A főváros egyik legnagyobb adóssága a parkolási rendnek a bevezetése. Amit rögtön egy olyan üzleti csoport vett a kezébe, amit példátlanul erős szálak fűztek a politikához. Ön szerint van alapja annak, hogy pártkasszákba vándorol a parkolási díjaknak egy része? Kérem, szavazunk és ne bozkodjunk már! Hogyan működik napjainkban a parkolási üzem? Én azt gondolom, hogy egy parkolási rendszer azért egy talált pénz. Ez tulajdonképpen egy hamis nyugta. Így van. Kik szedik be a milliókat? De sem Karjó Livér, sem Szász Zoltán nem a főnök. Kik számolják, kiken megy keresztül? Hihetette el közpénz? Kik ellenőrzik az autósokat? Mi ez a cég? De nem tudod, hogy hol dolgozol? Megkülönbött az egzisztencia. Fülből, meg ebből a parkolónak. És mi lett a parkolási nagymenők sorsa? Nem foglalkozik a parkolással. Nem akarja tisztára mosni a nevét? A rendszer van úgy felépítve, hogy ha valaki ügyeskedni akar, akkor annak legyen rá módja.